Hogyan lehet szabadon megélni a párkapcsolati kötöttségeket? Hogyan lehet egészséges lélekkel élni a mindennapokban? Ezekre a kérdésekre adott választ Pál Feri, aki ismét szuggesztív előadást produkált, bár igaz, a vírusjárvány miatt ezúttal csak a világhálón keresztül. A tolnai program a helyi Együtt Európáért alapítvány szervezésében jött létre. Érdemes magunknak szabadságot adni abban, hogy ez az egyensúly most ne úgy jöjjön létre, mint ahogy eddig, és ez alatt a következőt értem, hogy tulajdonképpen, ha két szempontot figyelembe veszek, akkor utána mindenféle egyensúly jó lehet, értékes és hasznos az egyik, hogy úgy hozzam létre ezt a közepet, ezt az egyensúlyt, hogy ez ne veszélyeztesse a saját hosszú távú céljaimat. A második pedig, hogy úgy hozzam most létre a saját egyensúlyomat, hogy az ne fenyegesse a kapcsolataimat. Mert ebben a helyzetben mondjuk így, hogy két nehézséggel állunk szemben a téma szempontjából. Az egyik az az, hogy a hosszú távú céljainkat elfelejtve csak rövid távon próbálunk valahogy egyensúlyba lenni, és olyasmit is teszünk, amit később megbánunk, hogy valahogy életbe maradjunk, érzelmileg, vagy bárhogyan máshogy. De a másik nehézség az az, hogy úgy törődünk magunkkal, hogy közben nem jól bánunk másokkal. Hogy úgy az érdek érvényesítésünket, akár a családban, a társkapcsolatban, úgy hozzuk létre, hogy nem tiszteljük eléggé a kapcsolatainkat. Ezt a két széket szeretném használni, ezt a széket hadd nevezzem most a naivitás székének. És a naivitás székére ülve szeretném nektek azt mondani, hogy az egyensúly jó. Jaj, az egyensúly jó! Akkor most hadd mutassak meg nektek két egyensúlyi állapotot. Az egyik, amit egy férfi hoz létre azáltal, miután nehéz az élet, és itt van még a világjárvány is, tehát ő rászokik arra, hogy esténként azért leül, és akkor megissza azt a 3-4-5 felest kísérőnek azt a kis söröcskét. És kétség kívül, hogy a felesek és a kísérő után jobb egyensúlyi állapotba kerül a pillanatnyi és rövid távú egyensúlyát az alkohollal hozza létre. És a naivitás székénél mondhatom azt, hogy ó, az egyensúly jó, de most hadd üljek át a realitás székére. És a realitás székén azt tudom mondani, hogy ez az egyensúly, amit valaki az alkohollal hoz létre hosszú távon, estéről estére, hogy az az egyensúly egyáltalán nem jó. Azt lehetne mondani, hogy az ember ezt a két szabályt tartja, saját hosszú távú céljaim, és hogy ne árt csak másoknak, akkor tulajdonképpen egy jó nagy szabadsággal lehetőségünk van arra, hogy olyan egyensúlyokat találjunk ki, amelyek tényleg nem olyanok, mint két éve, de hasznosak és nem ártalmasak másokra. A vírushelyzet egy csomó témát felhozott, és ez a mostani helyzet, amit úgy is megfogalmazhatunk, hogy napvilágra hozta a gyöngeségeinket. És ebből a szempontból nézve akár a fejlődésünket is szolgálhatja. Elemezte a helyzetet Pál Feri. De mondanám a pozitív részét, hogy nem csak a gyöngeségeink kerülnek napvilágra, az egyéni gyöngeségeink, a társkapcsolati nehézségeink, a konfliktusaink, hanem a lehetőségeink is napvilágra tudnak kerülni. Tehát most akkor világossá válik sok minden olyan, amit eddig sikerült eltüntetni, vagy elfedni. Ezért valóban van jelentősége annak, hogy egymás javára vagy segítségére legyünk. Hogy amikor most a régi egyensúlyokat nem lehet már megtartani, hogy akkor ötleteket, kapaszkodókat, szempontokat, információkat adjunk arra nézve, hogy hogyan lehet akkor, ha már van egy kis bátorság, vagy rávisz a kényszer, a szenvedés, mert sokszor emiatt változtatunk, a szenvedés miatt, vagy a kényszer miatt, hogy akkor egyáltalán, hogy az első lépés az az, hogy egyáltalán lehetséges valamit máshogy és másképpen csinálni. Az élő rendszerekben vannak alapigazságok. Mi az, hogy alapigazság? Például minden élő rendszerben alapigazság az, hogy az élő rendszer addig tudja fönntartani az egyensúlyi állapotát, ameddig a működéséhez szükséges energiát valahonnan fölveszi. Magyarán szólva, az ember addig él, amíg eszik, megiszik,
nem szedjük be az energiát, akkor meghalunk. Vagy mit jelent ez? Azt jelenti például, hogy a Föld nevű bolygó, mint egy élő rendszer, meddig tud fönnmaradni? Addig, ameddig a napnak a sugárzása, meg a Földnek a maghője elégséges energiát biztosít a működéséhez. Nézzük csak meg a párkapcsolatot. Tudjátok, mi történik nagyon sok párkapcsolatban? Mikor megjelenik a három nővér. Mi az, hogy három nővér? A három nővér, amikor születnek a gyerekek, fölvettük a csokot is. Azután pedig dolgozni kell, munkát el kell végezni, kell a pénz, és a harmadik, neki álltunk házat építeni. Ezt nevezem a három nővérnek. Na most, amikor Magyarországon megjelenik a három nővér, azt tudhatjuk, hogy itt baj lesz. Mert a három sok. Minél inkább olyan világban vagyunk, olyan szűkebb világban, tehát mondjuk a társkapcsolatvilága, családi kapcsolatrendszer, baráti társaság, egy kis közösség, vagy akár egy település, ott annál nagyobb lehetőségünk van arra, hogy nem szokásos, hagyományos, rutinos egyensúlyokat hozzunk létre. Annál inkább lehetséges. Egyszerűen azért, mert két ember, négy ember, hat ember között a kommunikációval elég jól meg lehet ágyazni annak, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, és tulajdonképpen ezt a kifejezést használnám, hogy nem szokás a non-konform megoldásokat is merjünk találni. Tehát ha valaki egy járatlan úton indul el, egész biztos, hogy lesznek konfliktusai. Hát ezt előre lehet tudni. Általánosságban azt lehet mondani, hogy most ezekben a nagyon bizonytalan időkben érdemes két súlypontot látnunk. Az egyik, hogy dolgozni a biztonságunkért, tehát a szó szoros értelmében az életünkben mindent megtenni azért, hogy biztonságban legyünk, amennyire rajtunk múlik. De múlik rajtunk sok mindent, amennyire rajtunk múlik. De a másik, hogy dolgozzunk a biztonság érzetünkért, az nem ugyanaz. Hát lehetséges, hogy valaki ténylegesen magát emberi szempontból biztonságba tudta helyezni, de nincs meg a biztonság érzete. Az nem ugyanaz. Tehát ezért külön fontos dolgoznunk a biztonság érzetünkért is.